Héten. Milyen adatok, információk, döntések hathatnak a forint értékére, a tőzsdei hangulatra? Heti kitekintő. A Millás reggeli szakértői előrejelzése a héten várható fontos eseményekről a piacok tükrében. Hát inflációs adatok érkeznek, várjuk őket, hála hát a jó az amerikai Istennek, az jönnek. Egész összes globális részvénypiacot megmozgathatja, mert abból kiderülhet, hogy majd hogyan tovább fed, de természetesen milyen kis fontos lesz, hogy ezekről beszélünk Epik Győzővel, az OTP elemzési központ elemzőjével. Szia, jó reggelt! Jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat! Infláció hátán, mi hozzuk a bemelegítő adatot, ugye a hazai lesz az első, igen. És utána jön az amerikai. Igen. Ugye holnap jön a magyar infláció, és utána szerdán pedig az igazi nehéz súlyú történet az amerikai infláció képében. Hát ugye az elmúlt hónapokban ezt a beszélgetést mindig azzal vezettem föl, hogy hát egy kérdés, hogy az amerikai vagy a magyar infláció lesz a magasabb. Hát most ez a verseny egyértelműnek tűnik, ugyanis Amerikában a várakozások szerint elkezdhetett csökkenni az infláció az előző havi 8,5%-ról 8,1%-ot várnak, tehát ugye ez már lassulást jelentene, ami ugye lényegében azt jelenteni, hogy jó eséllyel Amerikában, ha minden a várakozásoknak megfelelően alakulna, láthattuk volna az infláció tetőzését. Úgyhogy az amerikai inflációs adat ezért is lesz különösen érdekes, hiszen most egy ilyen fordulóponti várakozás van, és hát ugye nagy kérdés, hogy ez a fordulópont valóban bekövetkezik-e, vagy sem. Igen, hát ugye teljesen jog alatt a portfólión van egy cikk, aminek a címe, hogy a héten felrobbanhatnak, de tovább is szakadhatnak a piacok. Ez is azt jelzi, hogy ahogy vagy megörülnek annak, hogy tényleg tetőzött az infláció az USA-ba, és akkor esetleg a gazdaság jobban teljesített, és így érdemes részvényeket venni, vagy jön a para, hogy a Fed nagyobbat szigorít, és jobban behúzza a féket. Igen, én egyébként magam részéről azt gondolom, hogy azért a Fed most viszonylag erősen elköteleződött, legalábbis rövid távon azért az 50 bázispontos kamatemelések mellett, és azért az egy nagyon nagy kérdés, bár való igaz, hogy nagyon sok bizonytalanság van az inflációval kapcsolatban, hiszen itt van ugye az egész nemzetközi energiaár történet, ezen kívül ugye Kínában az újabb lezárások, amik ugye a termelési lánc problémákat élezhetik ki, és hát még ugye ott van a nagyon nagy kérdés, hogy mi lesz ugye a mezőgazdasági terményárakkal majd nyáron. Aha. Most ugye ezek úgymond csordogálnak a maguk medrébe, de olyankor, amikor ugye bejön az új termés, és látszik, hogy nagyon jó lett, vagy nagyon rossz, vagy közepes, akkor az egy nagyon jelentős lökést adhat ugye az adott irányba a mezőgazdasági élelmiszereknek. Tehát ilyen értelemben, ha mondjuk rosszul alakulnak a dolgok, és ugye ebben most azt is bele kell érteni, hogyha mondjuk Ukrajnában a termés nagyon nagy része kiesik, akkor az például azért a nemzetközi szinten ugye az ilyen búza, kukorica, napraforgó termékeknél okozhat egy további nagyon jelentős áremelkedést, de tehát természetesen egyébként ennek az ellenkező iránya is fönnállhat. De igazából ami a lényeg, az az, hogy Amerikában, bár ott is gyorsul a bérnövekedés, ilyen magas infláció mellett ott negatív a reál bérnövekedés. Tehát ez azért nyilván előbb-utóbb nyomot fog hagyni az amerikai növekedésen, főleg úgy, hogy ugye a kamatok emelkedésével ugye hát az új hitelfelvétel is megdrágult, illetve a meglévő hitelesek kamatterhe, ugye ez szépen elkezd majd emelkedni, és hát ilyen értelemben azért lehet, hogy a szép második felében már inkább arról fog beszélgetni, hogy mikor áll meg a Fed, vagy esetleg mikor következhet be majd az első kamatcsökkentés Amerikába. Ahogy említettem, ez nagyon nagy mértékben függ majd attól, hogy ez a nyári mezőgazdasági ártörténet hogyan fog alakulni. Világos. Na, akkor ez van szerdán, magyar idő szerint 14:30, viszont előtte, ahogy említetted, ugye holnap majd reggel 9-kor jön a hazai inflációs adat. Itt viszont hát nem hogy tetőzés, hanem további növekedést vár a piac, és ti is. Így van. Ugye a piaci várakozás 9%,
mi ennél egy nagyon picit alacsonyabbat várunk, 8,8%-ot, de mind a két adat gyorsulást jelenten az előző havi adathoz képest. Ilyen értelemben valóban igaz, hogy Magyarországon egyelőre még mindenki a tetőzést várja, és hát ugye itt nagyon nagy kérdés, hogy mi lesz majd ugye az árstoppok kivezetésével, hiszen akkor az egy újabb áremelő tényező lehet majd, illetve hát nagyon nagy kérdés, hogy hosszú távon mi lesz majd ugye a rezsicsökkentéssel, hogy ez a jelenlegi formájában mennyire fenntartható ez a dolog, és hogy esetleg szükség lesz valamiféle átalakítására ennek a támogatási formának. Úgyhogy sok a kérdőjel, és hát ilyen értemben állunk még több a felfele mutató kockázat már csak azért is, mert ahogy említettem, Amerikában ugye magas infláció negatívba húzta rá bérreket. Nálunk viszont ugye egyelőre nincsen erről szó, hanem nagyon gyors a bérdinamika. Ugye évelején volt egy nagyon jelentős minimálbéremelés, ami szintén húzza fel a bérindexet. Tehát nálunk ez a faktor, hogy ugye az infláció erodálja a reál béreket, és emiatt ugye jelentősen lelassulhat a fogyasztás bővülés. Ez egyelőre nálunk még nem áll fönn ez a jelenség. Úgyhogy ilyen értelemben nálunk a keresleti oldal is sokkal erősebben támogatja az infláció emelkedését. Igen, és nálunk talán még egy kicsit handicapes is a sztori, ugye, mert az amerikai infláció az egész világra hatást gyakorol, így természetesen áttételesen ránk is, devizapiacra például biztosan, és akkor még van a hazai infláció, ami ugye rosszul érinti az exportőröket, és még itt nincs meg az a sok problémára, nincs meg a válasz, ugye mi van az ellátási láncokkal, mezőgazdasági kiesésekkel, és stb. Így van, tehát igen, úgyhogy mindezek miatt, ahogy említettem, ugye Magyarországon jó eséllyel még nem láttuk az infláció tetőzését, és egyelőre ez még előttünk van, úgyhogy feltételezhető, hogy illetve a jegybanki döntéshozók is ezt kommunikálták, hogy a következő hónapokban még egészen bizonyosan folytatódni fog a kamatemelés. Már csak azért is, mert hogy ugye a Cseh Egybank azért a múlt héten szintén viszonylag erőteljesebb jelzést tudott arra vonatkozóan, hogy itt a régióban még magasabb kamatokra kell számítani. Oké, hát köszönjük szépen, izgalmas egy hetünk lesz megint győző. Nektek is gondolom, úgyhogy kössük fel a gatyát. Jó munkát, szép napot, szia! Én is köszönöm, sziasztok! Epik Győzővel, az OTP elemzési központ elemzőjével beszélgettünk. Heti kitekintő rovatunk hangzott el. Mire érdemes odafigyelni a héten? Mi elmondjuk. 06302010909, ajánlom a Viber csatornánkat mindenkinek, és egyébként WhatsAppon, illetve SMS-ben, vagy info@millásreggeli.hu e-mailen is írhattok nekünk. Azt kérdezi Travel Hood, hogy jó reggelt, urak, meg lehetne a autópálya konceszió, még lehetne autópálya konceszió szólaltatni valakit a megrendelő oldalról is? Hát nem. Nem szeretik az élőadást. Az a tapasztalat. Aztán papa, aki lő, írt nekünk, Morgan se nem esik, se nem meleg, de hidegnek már nem mondható, nem túl combos forgalom mellett alakul a nap. Azért a körút mester Rákóczi művésznő már nem is olyan aranyos, de még. Érdekes, mert 16 fok volt reggel, ahon én indultam, és amikor beértem a M1-M7 közös szakaszra, akkor 14 fokot mért a hőmérőt, egy kicsit hűvösebb volt, érdekes módon, de abszolút jön ez a meleg, egy ilyen frontrendszer nyomja ezt a jó füllet meleget, tehát ezt lehetett érezni. Egyébként, ha figyeltétek, nagyon érdekes volt, aki szeret így nyilván az ilyen időjárás radarokat nézegetni, nem annyira jó dolog, de érdekes, hogy itt kavargott Közép-Európában ez az egész, és nem volt egy ilyen tipikus irány, hogy ahogy eddig volt, hogy délről bejött egy frontrendszer, és akkor az így szépen átment Magyarországon, és így szépen elmosott mindent, hanem tényleg így kavargott össze-vissza az ország közepén, voltak olyan részek, ahol egyáltalán nem esett, máshol egészen sok csapadék esett, és viszont ezt a füllet meleget mindenhol lehetett érezni. Ez egész héten jön, ugye csütörtökre már 30 fok köré, és akkor utána valami kis lecsengés lesz belőle szombat, vasárnap környéken, és visszaáll ez a napközben 25 fok, éjszaka pedig ilyen 13-14. Reméljük, hogy ez az időszak minél tovább
marad, mert akkor ilyen koranyári, késő tavaszi időt igen, még lehet élvezni. Olyan épp jó májusi időjárás lenne ez, igen. Viszont szavaztattam, na, és még mindig megy, most mi már majdnem százan vannak a taxis tarifákról. Május 9-től jelentősen megdrágul a taxis közlekedés Budapesten, miután a hónapok óta tartó tárgyalássorozat végén megállapodtak a felek, átlagosan 35%-kal emelkednek a tarifák. Azt mondja 28%, hogy nem megoldás a fix tarifás piac, mesterséges beavatkozás. 6% mondja, hogy jó, hogy fix tarifa van, érthető az emelés az infláció miatt, és 66%, ahogy én gondoltam is egyébként, főleg a budapesti közönség, azt mondja, egyáltalán nem érint a dolog, nem taxizom. Tehát ez egy eléggé érdekes jelzés, 66%, de hát lehet ezt még bőven árnyalni, ezt a képet, úgyhogy a Viber oldalunkon, a Millás reggeli oldalán szavazhattok ti is, mondani fogjuk az eredményt a taxizással kapcsolatban. Én azt gondolom, hogy tényleg tehát nagyon jó az éjszakai közlekedés most már Budapesten, nagyon sok a különböző ilyen mikromobilitási eszköz. Hát meg ott vannak a sofőrszolgálatok, a sofőrszolgálatok, akik egyébként nem drágábbak, sőt szerintem olcsóbbak, mint a, igen, mint a taxi, hogyha esetleg valami italozás okán, igen, szeretne az ember más... És írta nekünk, kedves hallgatónk, ne bántsuk a taxisokat, az Ubert is hogy megállították. Igen, meg hogy mennyi Priuszt vesznek, ugye nem bántjuk jellemzően, de hát egyébként igen... azzal próbálják ugye a rezsijüket csökkenteni, csak hát ott meg a beruházási költség, meg az amortizáció lesz magasabb. Na jó, akkor szerintem, hogy megyünk tovább zenével, vagy... Nem, hírek jönnek, aztán hírek utána jönnek. Pedig adóvilág rovatunkban egy kemény helyről fogunk sújtott beszámolni. Helyről, megint csak Szíria, ugye pont a hírekben volt szó róla, a Sejemút országai között. Szíriát is természetesen felvettük a listára, úgyhogy Gerendi Zoltán és Feledi Botond szakértőink fognak beszélni kiki a maga szakterületén Szíriáról. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Hé, te mit?